Na sziasztok! Volt már erről videó, de mivel annyian kérdeztétek tényleg az oldalamon is, tehát ezzel kapcsolatban nagyon sok kérdés jött, és gondoltam, hogy akkor egy videó legyen már róla, és akkor a cím alapján már rájöttetek, hogy miről fog szólni a videó. Legyen egy videó, amiben tényleg elmondom kifejezetten, hogy miről szól, és akkor nem kell mindig vissza tekergetni, meg nézegetni, mondjuk nem baj, ha nézitek a videóimat. Ez most vicc volt, de egyébként erre nem baj. Na de most komolyan, tehát ugye szögezzük le, hogy ugye a Bece nevem az a Johnny. Tehát ugye mindig úgy mutatkozok be, hogy sziasztok, Johnny vagyok. Tehát elsőnek a Johnian Bond név jött létre, aztán jött a Bond, Bolond. Mert a Bond az már hamarabb megvolt. Hát ez úgy jött igazából, hogy nekem voltak ilyen blog oldalaim. Most nem megyek be a részletekbe, mert már nagyon sokáig eltartam, de volt ilyen G-portál, Blogspot, mert nagyon sok blog oldalam volt, tényleg ilyen zenekarral kapcsolatos, tudjátok, hogy posztolgatok, mit tudom én, de akkor még nem ez volt a neve, hogy poszt, tehát akkor még a Facebook sehol nem volt. Csak csináltam ilyen Slipknot, Motorhead, tankcsapda, hát ilyen hát újságokból, internetről értesültem a hírekről, meg nyilván televízióból. Akkor még többet néztem tévét. Igazából nem szoktam tévétézni, csak hogy a barátok közt megy. És az a lényeg, hogy... ezt nem tudom, miért mondtam. És az a lényeg, hogy igazából ezeket a híreket ugye megtudtam, és akkor megosztottam az oldalakon. Na, tekerjünk egy jó nagyot, és akkor én régen nem ismertem a YouTube-ot, tehát azt tudtam, hogy mi az. Ilyen 2006-2007-ről beszélek. És akkor poénból, mit tudom én, akkor mi nem itt laktunk, az erkélyen felvettem a fákat, a bogarakat, tehát ilyen nagyon nagy hülyeségeket, és hát én ezt feltöltöttem. De akkor még nem tudtam, mi az, hogy nézettség, feliratkozás, mit tudom én mennyi de amúgy sokan megnézték, de semmi értelme nem volt a videónak, vagyis hát szép, de úgy nem volt nagyon izé. Lényege, meg hát telefonnal videóztam, tehát nem rendes videó volt, tehát nem izé kamerával, mint most, hanem mondom telefonnal. És az a lényege, hogy hát nem tudom mi volt a neve, talán Joy Jordison, vagy a Slipknotból, ugye az ex-dobos, most már ex-dobos. Ő volt a nagy favoritom, tehát ő a kedvenc dobosom, mondjuk mai napig, de egyébként gitározik is, meg sok minden. Nyilván sok dolgot tudok, mert ugye régóta hallgatom a Slipknot nevű zenekart, bár mostanában annyira nem, de szeretem őket attól független. Ugye mindig látjátok a videóban, most is hol van nektek, itt a Slipknot zászló, és akkor mindig odaírjátok, hogy Slipknot, Slipknot, Slipknot zászló, tehát nem tudom, ezt mindig kiszúrjátok. Most már tényleg annak ott kell lennie, tehát az, ha nem lenne ott, akkor az egész videó más lenne. Így jött hozzám ez a YouTube dolog. És tehát nem voltak ilyen komoly nevek. Na, és akkor én ugye elkezdtem ezt a videózást, de előtte elkezdtem zenélni. És akkor hát voltak ilyen hülye nevek a csatornáimnak, most nem megyek bele, meg ugye volt a Sóhaj Kutya csatornám, az ilyen, vagy hát van még, csak nem töltök fel rá videót, ugye ilyen paródia, amit ugye csinálgattunk, de már nincs, vagy hát nem töltök fel videókat. Na, lényeg, hogy volt a Sóhaj Kutya akkor, és elkezdtem zenélni, de most ugye a zenéléshez kellett valami név, tehát nem lehettem Joy Jordison nyilván, hanem kellett valami név, és akkor na most mi legyen a nevem? Ugye elkezdtem ezt a rap karriert, és akkor oké, elkezdek egy számot rappelni. Jó, mit tudom én, ez a címe, de az előadónak kell valami név. Mi legyen a neve? Nevem, és akkor itt filóztunk, hogy most akkor mi lesz a nevem.
Hát ugye a Johnny-t azt nem nehéz lefordítani, ugye János a nevem eredetileg. Tehát Balog János Balázs az eredeti hivatalos nevem, nem titok. Csak nem használom, nyilván valamint hivatalos papíron használom, nem úgy írom alá Johnny M. Bond, csak a dedikálást, hogyha kérnek. De nem vagyok annyira nagy sztár, de ezt szoktak kérni. Na mindegy, szóval... És ugye akkor Johnny. Az M betű az úgy jött, hogy volt egy ilyen gúj nevem, hogy Little Manson. Ugye az... angolul azt jelenti, hogy kicsi, a Manson az meg Manson. És akkor, hát ezt így rám aggatták ilyen gúj névvel, kicsi Manson, meg tankcsapdás, meg tanker, igen, tanker is volt a becenevem, de senki nem hív úgy. És akkor Little Manson, és akkor az M-et meg akartam hagyni, hogy hát nem a múltból táplálkozni, de egy ilyen új köntöst adni neki, hogy Johnny M, és akkor nem Mr., hanem M, és akkor az olyan, mint a megmaradt volna, hogy Alma, akkor A, és akkor Johnny A, de hát az hülye hangzik, és akkor Johnny M, a Bond az meg úgy jött, hogy felvettem egy napszemüveget, és akkor egyik haver mondta, hogy jó, úgy nézel ki, mint James Bond, és akkor ez ilyen kicsit ilyen gangsteres, és akkor ha már rappelésről van szó, rap műfajok, meg hip-hop, akkor és hát az elején még rappelkeztem, akkor ugye Johnny M. Bond, és akkor Bond az olyan vagány, és akkor Johnny M. Bond, hát ez így jött, tehát én ezt lefoglaltattam, ezt a nevet, és másnak nincs ilyen neve, sőt hasonló se, vagy lehet, hogy van, de de az elhúzza John, vagy mit tudom én ki, vagy Johnny Ramone, ugye a Ramonesból, aki ismeri, ez valami jó zenét hallgat. Tehát, hogy Johnny M. Bond, és akkor ez lett a nevem. Hivatalosan az lett, hogy Johnny M. Bond, és akkor én ugye közben videóztam, és akkor utána csináltam egy új csatornát, nem tudtam mi legyen a neve, hát mondom, nem Johnny csatorna, mondjuk az is lehetett volna, hanem Bond. És akkor Bond csatorna, de ez lett a neve, hogy Bond csatorna. Én ezt a csatornát csináltam, hát nem kevés ideig bevallom, nagyon sok évig, nagyon sok mindent belefektettem, tényleg, és minden hülyeséget, fasságot felvettem, tényleg akárba mentem, felvettem, vlogoltam, akkor még nem tudtam mi az, csináltam hülyeségről, nem mindegy, nem sorolom videókat, és hát mai fejjel azt mondom, hogy fasság volt az egész, tehát na nem baj, ami múlt, ez a múlt. És akkor én azt a csatornát, ez most hülyén fog hangzani, de leszartam, de mégis sokan nézték. És az a lényeg, hogy hát ilyen Ice Bucket Challenge, úgy a vödröt így a fejedre, mint a hidegvizet, meg ilyesmit, tehát ilyen fasságokat csináltam, de mai napig szeretek ilyen hülye lenni, hát csatornám neve is micsoda. Tehát, szóval azt is mindjárt elmondom. Na és igazából, amire ki akarok térni, hogy újra lett telepítve a számítógépem, és ugye én mindig be voltam lépve a YouTube-on a csatornámra, ugye a Bond csatornáról beszélnek, és akkor újra lett telepítve, és akkor mondom belépek, csak én elfejtettem a jelszót, tehát hogy és nem tudtam belépni. Tehát nem tudom, de még a jelszó se tudtam, tehát már olyan régen léptem be, hogy ugye nem töröltem az előzményeket, meg a gépet, és akkor ugye elfelejtettem a jelszót, nem tudtam belépni, és az a lényeg, hogy én ezt tényleg nem vettem komolyan, ezt a csatornát, hülyeségből csináltam, pedig nagyon sok mindent felvettem, és érdemes lett volna, de hát mindegy, nem mondom jó, csak hát egy ideig tiszta ideg voltam, egy olyan 2-3 hónapig, vagy 2 hónapig, nem tudom. És utána rájöttem, hogy csinálni kéne egy csatornát. De azt már viszont komolyan kéne menni. Nem tudtam, hogy mi legyen a neve, amikor már megcsináltam, akkor meg úgy voltam vele, hogy ahhoz a Bond csatorna, az előző csatornám, az ugye már nem érdemes használni. És akkor jött ugye a Bond csatorna, és akkor mondom, milyen hülyeségeket csinálok, hát legyen a Bond, vagy hülye, vagy mit tudom én, tehát magamra jelző. És akkor lett ugye a Bond. A Bond meg, hát ugye nem kell magyarázni, ezt mondtam, és akkor Bond, Bolond. De az a poén, az egészben az a poén, hogy úgy akartam a nevemet, hogy Bolond, Bond.
Vagy tök vicces. De a YouTube ugye megcserélte, hát tudjátok, a YouTube ugye nem magyar, és akkor bolond, és akkor olyan, mintha mit tudom én, Nagy Józsi, vagy Józsi, Nagy Józsi tiéb, és akkor Józsi Nagy lesz. De tudom, hogy ezt meg lehet változtatni, de én úgy hagytam. Te nem is akartam a nevet már megváltoztatni. Na, mondom, király. Na, és akkor ez úgy jött, hogy így maradt a Bond Bolond csatorna, és akkor ugye igazából ennyi a névnek a története, aztán már én komolyan kezdtem el videózni. Hát nem 100%-ra, tehát nem úgy, mint most, de komolyabban vettem. Aztán már tényleg komolyan vettem az egészet, és akkor végül megmaradt ez a Bond Bolond csatorna, és gondoltam, hogy lehetne ez a név is. Hát ez is maradt, ugye már. És akkor ugye úgy van, hogy van a Facebook oldalam, ugye ez egy ilyen blog oldal egyébként, tehát fájlokat osztok meg, nagyon sokat posztolgatok, tényleg rengeteg képet, videót, zenémet, tehát vicces képeket, pozitív gondolatokat, edzéssel kapcsolatos dolgokat, tehát edzéssel kapcsolatban is megkeresnek, YouTube videózással kapcsolatban is megkeresnek, videóimmal kapcsolatban is megkeresnek, pozitív dolgokkal, edzés, sport, tehát nem régen éltek rám, mindig nem megyek be a részletekből, nyilván nem másra tartozik, de mi sportolok, meg ilyenek, tehát hogy tényleg, meg mint magánszemély, ugye, aki ismer személyesen, de legfőképp ez a videózás miatt van, meg a zene. Vagyis a zene-videózás, mert a zene az fontosabb, de a videózás is nagyon fontos az életemben, de mindig a zene az első. De egyébként mit akarok mondani, hogy a Facebook oldalam, ugye a Johnny M. Bond név, vagy a Johnny M. Bond oldalam, az egyébként egyben van a Bond Bolond csatornámmal. Tehát, hogyha valaki, ezt nagyon sokan nem tudják, hogyha belájkolod a Johnny M. Bond oldalamat, akkor igazából tudsz, értesülsz a Bond Bolond YouTube csatornám videóimmal kapcsolatban. Mert ha belájkolod, akkor igazából egyből kijön ki a rámész a Facebookon, ugye kezdőlap, a videóimat, meg a képeket, meg Inescape, tehát mindent megtudsz rólam, na igazából ez a lényeg. Meg szoktam kitenni igen képeket, és akkor ott megtudsz több mindent rólam, mert minden nem veszek fel én se videóra. Tehát nem vagyok ez a mindennap videó, mindennap vlog, amúgy sem vagyok ez a nagy vlogger, csak most gondoltam, erről beszélek nektek, és az inkább nem vlog, hanem blog oldal. Tehát, hogy ott írkálni szoktam, képeket megosztani, és elég komolyan csinálom, és már többen vagyunk, mint 1400-an, pont most lettünk 1004-en, hát ma van szerda 17-e, és hétfőn még 1200, nem tudom mennyien voltunk, mondom, megnézem az oldalamat, ugye, hogy hát ha összegyűjt az 1300, már nem sok kellett hozzá, és 1400, tehát hogy úristen, tehát hogy lassan 2000-en is vagyunk, tehát hogy jó, nem nagy számok, ezek tudom, de meg az előző oldalamat is 5000-nél többen követték, sőt majdnem 6000-en, 5800 valamennyi volt, de nem az a lényeg, nem verseny az, csak ennyien néztek, meg nem ennyien néztek, hát többen néztek, csak hogy ennyien követtek engem naponta, tehát 1400-an, hát ez nagyon jó, és ráadásul YouTube csatorna, hát miről beszélek, az meg 3207 volt utoljára, hogy mennyi, meg is nézem. Amikor legutoljára néztem, akkor 3200 volt, és annyira megörültem neki, esküszöm, hogy annyira jól tud esni, hogy nem hiszitek el. 3207, igen. Meg a legutóbbi videómat is szerettek, az idióták gyűlése. 1098-an néztétek meg, de nagyon rövid idő alatt, tehát egy hét alatt, mondjuk tudom, hogy az nem nagy számot, más meg 1 millióan néznek, de ha viszonyokat nézitek, akkor tényleg úgy esküszöm, hogy jó, szóval nagyon-nagyon szépen köszönöm, srácok, és örülök, hogy ennyien néztek, és lassan megvan a félmilliós nézettség.
Eddig... Minek vittem el én is amúgy? Várjál, már itt voltam a csatornán. Hát eddig volt... Vagy eddig volt, eddig van 479.522. Ennyi a megtekintés az oldalamon. Ez kurva jó, ne viccelj már. És akkor ennyien néztek engem, tehát tényleg nagyon szépen köszönöm, és ilyen nagy számokat én ki sem mertem volna mondani, hogy, hogy valaki megkérdezi mondjuk egy évvel azért, hogy elhiszed, hogy ennyien fognak nézni téged? Biztos, hogy nem. És ez nagyon jó, tehát tényleg, én akkor is örültem, amikor 10 feliratkozón volt, tehát emlékszem, amikor 30 volt, és akkor úristen, 30 feliratkozón van ember, tehát ez nagyon soknak számította akkor még, sőt, nekem az. Jó, nincs egy millió feliratkozom, majd lesz, hát most ez van. De én ezeknek is örülök, tehát 3200 a feliratkozó, 1400 a like, nagyon sokan követtek, Instagramon is 200-an felül vagyunk, 220 vagy 30, vagy mit tudom én mennyi, 210, nem tudom, 200-on felül, de ezt nem is annyira szoktam nézni, ezt számítógépen szoktam nézni inkább, de hogy tényleg, érdeklődtök. Tehát, hogyha valaki belájkolja a Johnny M. Bond Facebook oldalamat, amit megtaláltuk a videó alatt a leírásban, az ugyanúgy értesülni fog a YouTube csatornám videóiról is. Tehát a videóimról értesülni fog. Ha viszont ide feliratkoztok, amit nagyon szépen megköszönnék, meg is köszönök, akkor viszont a Facebookról nem tudtok meg annyi mindent. Tehát értelmesebb dolog, ha belájkoljátok a Facebook oldalamat, meg feliratkoztok a csatornámra, meg ott az Instagram, meg STB, de tényleg amúgy iratkozzatok fel ide, meg ott az oldalam. Igen, szóval tényleg ott nagyon sok mindent megosztok, és tényleg oda, ha oda mentek, és nem követés, hanem kedvelésre rákattintotok, akkor igazából követitek a dolgaimat, munkásságomat. Igazából ennyit akartam nektek mondani, szóval nézzétek meg a többi videóimat is, és ja, a másik, kérdeztétek sokan, hogy lesz ilyen chat alternatívos videó. Az a helyzet, hogy én nem szoktam így eltervezni, most ekkor meg akkor lesz chat alternatív videó, viszont szeretnék, lesz is, csak hogy mikor nem tudom, hogy mondjam, tehát hogy mert azt tervezem, hogy kiírom a Facebook oldalamra, hogy ekkor meg akkor lesz ilyen izé, és akkor ha látjátok, akkor tudtok róla. És akkor lehet velem találkozni. Tehát ezt akarom nektek mondani, és hogy akkor benne lennétek ti is a videóban, mert hogy írtátok többen, hogy szerepelnétek a videóban, meg hogy találkoznátok velem, meg beszélgetnétek velem. Oké, én szívesen benne vagyok, csak nem tudom mikor. De hogyha úgy lesz, akkor előtte minimum, hát... Egy héttel azt nem hiszem, már nem tudom mikor, de ha úgy lesz, akkor igen. Hát előtte mittem én 2 nappal tuti, hogy szólok, és akkor ha látjátok, akkor úgy csinálok róla egy értesítést, tehát hogy kiírom a Facebook oldalra, és akkor kaptok róla értesítőt, és akkor látni fogjátok, és akkor aki tud, az jön, aki nem, nem. És akkor csinálunk egy nagyon fasz a videót, jó? Hát igazából elmondtam, hogy szerettem volna szerintem, ha nem, akkor majd később elmondom. Úgyhogy ezt akartam mondani. És mindenkinek természetesen boldog új évet kívánok. Úgyhogy ennyit akartam nektek mondani. Úgyhogy kiírom az oldalra. Úgyhogy tényleg igazából így jött a nevem, csak ezt még elmondtam így nagyjából. Úgyhogy kiírom az oldalra, és ha valaki nem tudja, hogy milyen lett ez a nevem, akkor küldjétek el neki ezt a videót, vagy osszátok meg, vagy nem tudom. Mert nagyon sokan kérdeztétek, mondom, akkor legyen egy videóba, azt akkor kész, le van tudva, azt se. Na. Ennyit akartam nektek mondani. Úgyhogy további szép napot, vagy jó estét, vagy jó reggelt, vagy nem tudom, mikor nézhetik ezt a videót. Én Johnny voltam, a Bondon a csatornáról. Úgyhogy elérhetőséget, mint mondtam, megtaláltok a videó alatt a leírásban. Facebook, Instagram, e-mail, tudtok nekem írni. Úgyhogy, sziasztok! Eladó előd, na!